A Europe Direct egy olyan hálózat, amely minden Európai Uniós tagállam nagyobb városaiban működik. Közel 500 ilyen iroda van az EU-ban, Magyarországon, minden megyében. A céljuk, hogy az EU-ról a lehető legtöbb információt továbbítsák elsősorban a gyerekeknek, hiszen ők azok, akik tanórák keretein belül is informálódnak erről az egyesülésről. A 2019-es kommunikációs terv alapján az első fél év főleg az európai parlamenti választásokra koncentrált, míg a második arról szól, hogy Magyarország idén 15 éve tagja az Uniónak. Ebbe a gyerekeket is szerették volna bevonni. Ők szeretnek rajzolni, szeretik megmutatni a tudásukat, és mi azt gondoltuk, hogy így a kicsiket is be tudjuk vonni, meg a nagyobbakat is, tehát rajzolják le, hogy mit látnak maguk körül, mit látnak, milyen épületeket, intézményeket, a tanuláshoz kapcsolódó bármit, ami az Európai Unió támogatásával készült, mert hogy táblák tömkelegével találkoznak, de lehet, hogy nem tudatosul bennük, hogy mondjuk egy épülő úszoda, vagy egy tananyag, amelyet most megkapnak a kezükbe, egy kiegészítő tananyag, az éppen uniós támogatással készült. A rajzpályázatot az előző tanév végén indították el, az eredményhirdetésre pedig kedden került sor. A legjobb rajzokból 2020-as fali naptár készült, a készítőiket pedig értékes vásárlási utalványjal jutalmazták.